Köszöntöm közéleti magazinunk nézőit, Lipták Péter vagyok. Szekszárdon jobb az oltottsági helyzet, mint a nyugat-európai testvérvárosokban. Németországban, Belgiumban és Franciaországban nehezebb napokat élnek meg, mint nálunk, mondta Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója, aki éveken keresztül felelt a város külkapcsolataiért is. Többféle lehetőséget tud kínálni a Tolna megyei szakképzési centrum, mind az érettségi után jelentkező fiataloknak, mind a felnőtt érdeklődőknek. Az idén érettségiző diákoknak még lesz lehetőségük arra, hogy nappali rendszerben folytassák majd a tanulmányaikat technikumi formában, mondja Dömötör Csaba, a Tolna megyei szakképzési centrum kancellárja. Ez egy többségében két éves képzési szakaszról beszélünk. Közel 50 különböző szakmában tudjuk ezt ajánlani, a megye jelenleg 9 iskolájában dolgozunk. Az érettségizők számára ez azért nagyon fontos, mert aki nem biztos még abban, hogy felsőoktatásba szeretne tovább tanulni, vagy esetlegesen nem veszik fel, az ő számára egy nagyon komoly lehetőség egy technikumi bizonyítvány megszerzése, azért is, mert ez később egy szakirányú továbbtanulás esetén nála többletpontot jelenthet a felvételi során. A másik, ami nagyon fontos, hogy egy piacképes szakmát tudunk mindenkinek ajánlani, azzal, hogy menet közben, amíg tanul, már ösztöndíjat kap, illetve, hogyha egy fél év után, miután a szakmai alapozó képzése megtörténik, átmegy a duális képzésbe, ott már munkaszerződéssel fog dolgozni, szakképzési munkaszerződéssel, ami viszont egy ösztöndíj helyett egy munkabért fog számára már jelenteni, ami legalább a minimálbér 60%-át kell, hogy kitegye. Ez jelen állapotban több mint 100 000 forintos bért jelent az ő számukra. Nagyon fontos, hogy a duális partnereink várják az ilyen tanulókat, akik már abban az értelemben felnőttek, hogy érettségizettek, már komolyabbak, más szemlélettel nézik a világot, nagyon várják őket, nagyon szeretnek velük dolgozni a visszajelzések alapján. Mi is nagyon várjuk őket, hiszen nekünk is nagyon jó, hogyha a fiatal felnőttekkel dolgozhatunk együtt. Többek között a vállalkozóknak és önkormányzatoknak is állított össze felnőtt képzési csomagot a Tolna megyei szakképzési centrum. A képzéscsomagnak egy nagyon jelentős része olyan, ami úgynevezett programkövetelményes képzés, tehát kvázi ez egy tanfolyami képzés, viszont nagyon izgalmas, hogyha ezt iskolában csinálják, szakképzőiskolában, akkor az első ilyen képzés ingyenes mindenki számára. Ebben a csomagban, és ezt azért önkormányzatok számára ajánlottuk ki elsődlegesen, mert olyan szakképesítéseket raktunk össze, kerestünk, amelyek az önkormányzatok számára is nagyon fontosak. Ilyen például az államháztartási mérlegképes könyvelő, vagy ilyen például a közterületfelügyelő, vagy adott esetben az önkormányzat által működtetett, vagy adott település területén működő szociális intézményekben a demenciagondozó. Nagyon-nagyon fontos szerep. Nagyon-nagyon fontos egy rendezvényszervező. Körülbelül a képzéscsomagunknak ez a része az, amit az önkormányzatok számára ajánlunk. A vállalkozások több olyan oktatás közül választhatnak, amellyel a munkavállalóikat képezhetik tovább. Van egy olyan lehetőség a szakképzési törvényben, hogy az a cég, aki a saját munkavállalóját képezi és szakmára képezi, automatikusan duális képzőnek minősül, azaz igénybe veheti a saját dolgozója után is azt a szakképzési hozzájárulási adókedvezményt, amit egyébként mint duális képző akár egy nappali tagozatos tanuló után is igénybe vehet. Nagyon-nagyon izgalmas kérdés, már van olyan cég a megyében, aki ezzel foglalkozik. 12 főt képezünk ilyen formában, könnyűipar területén, de komoly rá az érdeklődés. És ugye van egy olyan képzési csomagunk, ami általában igaz bármely felnőttre, hiszen ugye két szakma ingyenesen megszerezhető, és a két szakmát iskolában lehet csak megszerezni. Az iskolában megszerzendő szakmáknál a felnőttek számára minden igényt tudunk ajánlani. Honlapunkon is van egy megjelenési lehetőség, vagy egy jelentkezési lehetőség. Minden iskolában van olyan kollégánk, aki vállalja, és tud tájékoztatást adni ezekről. És a felnőttek számára is érvényes egyébként a duális képzés lehetősége, tehát ők is tudnak szakképzési munkaszerződéssel duális képzésben részt venni.
Dömötör Csaba azt mondja, az utóbbi időben látványosan többen jelentkeznek szakképzésre, mint korábban. Megnőtt az érdeklődés a technikum iránt, de megnőtt az érdeklődés egyébként a szakképző iskola iránt is, tehát ez számunkra egy nagyon-nagyon jó jel, jelzi azt, hogy jó úton vagyunk, vagy jó irányba haladunk. Ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy a felnőttek egyre nagyobb számban jönnek be az iskolákba, hiszen számukra is izgalmas az, hogy a korábbi felnőtt képzési tevékenységgel szemben a két szakma ingyenessége, amit csak iskolában lehet megszerezni, megjelent, és ez mindenki számára egy óriási lehetőség, akár úgy, hogy továbbképezni akarja magát, akár úgy, hogy átképezni akarja magát. Jelentős az érdeklődés a villamosipari szakmák iránt, de úgy látom, hogy megjelent és komoly érdeklődés van a megye északi részében elsődlegesen, vagy inkább a Dombavári járást mondanám elsődlegesen, vagy azt a térséget. Abban a térségben nagyon komoly érdeklődés van a vasipari szakmák iránt, az asztalos iránt, de ugyanúgy megjelenik egyébként a vendéglátás is az érdeklődési körben. Tehát látjuk azt, hogy mozognak, van mozgás, van jelentős mozgás a felnőttek részéről, és ennek nagyon örülünk, mert ez a feladatunk. Ingyen viszik az ebédet az oltópontokra a szekszárdi vendéglátóipari egységek. Az orvosok, védőnők, szervezők ételét 5 héten keresztül 5 különböző étterem készíti el és szállítja ki. A vendéglátósok mindezt társadalmi felelősségvállalás érdekében teszik. Sárga borsóleves, bakonyi sertés ragú párolt rizssel. Ez volt a hétfői menü a szekszárdi diákétkeztetési Kft.-nél. A Tolnai megyeszékhely központjában álló épület parkolójából 15-20 adag ebéddel gurult ki a vállalat autója, és vitte át a meleg ételt a Babits Mihály Kulturális Központban kialakított oltópontra. Ez a vállalat is csatlakozott ahhoz a 4 másik vendéglátóipari egységhez, amelyek elhatározták, hogy segítik azokat, akik erőn felül teljesítenek a koronavírus elleni küzdelemben. Ingyen ebédet szállítanak ki az oltások szervezésében és lebonyolításában résztvevők számára 5 héten keresztül. Minden héten másik cég teszi ezt meg. Ezzel is próbáljuk segíteni az ott dolgozók munkáját. Ugye közös érdek, hogy minél hamarabb túl legyünk a járványon, minél többen be legyenek oltva. Mi ezzel próbálunk hozzájárulni. A másik pedig valamilyen gombás ragú és a helyi éttermeknek, éttermi szolgáltatóknak köszönhetően immáron folyamatos ellátást is tudunk biztosítani az itt dolgozóknak. Megkerestek bennünket orvosok által felkért szolgáltatók, éttermi szolgáltatók, hogy miben tudnak segíteni, és itt az egész napos munkában bizony jól esik annak a 15-20 kollégának, aki ezen dolgozik egész nap, hogy ebéd közben van egy 10 perce, amikor egy külön kialakított helyen gyorsan meg tud enni az ebédjét, hiszen sokszor ebéd szünetre sincs lehetőség, arra sincs lehetőségük akár a védőnőknek, akár a saját kollégáinknak, vagy a segítőknek, hogy ugye kiszaladjanak egy menüt elfogyasztani, úgyhogy ez is megint egy ékes példája annak, hogy jó ügyekért mindig össze tud fogni a város. A változó a létszám attól függően, hogy az egyes napokra éppen hány páciens kell behívnunk. Eddig az elmúlt 3 hétben úgymond a csúcsnapokon 20-an biztos, de még a legenyhébb napokon is azért van 10-12 kollega. Ebből a legnagyobb létszámban ugye a call centeresek, akik hívják a pácienseket telefonon, a házi orvosok listája alapján, védőnök folyamatosan 4-5-6 is segítenek, a vagyonkezelő Kft. És az önkormányzatnak pedig a munkatársai a regisztrációban, a beengedésben segítenek folyamatosan. És hát az is lehet, hogyha a vakcina szállítmánya hírek alapján egyre fokozódni fog, egyre több szállítmány érkezik, akkor még ezen a létszámon is tudunk növelni. Gőzerővel zajlik a koronavírus elleni védőoltások szervezése és lebonyolítása jelenleg is a Babits Mihály Kulturális Központban. Fiataloknak, felnőtteknek, vállalkozóknak és önkormányzati dolgozóknak is állított össze képzési csomagot a Tolna megyei szakképzési centrum. Dömötör Csaba, a Tolna megyei szakképzési centrum kancellárja elmondta, hogy a szakképzési törvény szerint az a cég, amely a saját munkavállalóját szakmára képzi, automatikusan duális képzőhelynek minősül, tehát igénybe veheti az alkalmazottja után az úgynevezett szakképzési hozzájárulási adókedvezményt. Tolna megyében már van olyan cég, amely élt is ezzel az új lehetőséggel.
Többféle lehetőséget tud kínálni a Tolna megyei szakképzési centrum, mind az érettségi után jelentkező fiataloknak, mind a felnőtt érdeklődőknek. Az idén érettségiző diákoknak még lesz lehetőségük arra, hogy nappali rendszerben folytassák majd a tanulmányaikat technikumi formában, mondja Dömötör Csaba, a Tolna megyei szakképzési centrum kancellárja. Ez egy többségében két éves képzési szakaszról beszélünk. Közel 50 különböző szakmában tudjuk ezt ajánlani, a megye jelenleg 9 iskolájában dolgozunk. Az érettségizők számára ez azért nagyon fontos, mert aki nem biztos még abban, hogy felsőoktatásba szeretne tovább tanulni, vagy esetlegesen nem veszik fel, az ő számára egy nagyon komoly lehetőség egy technikumi bizonyítvány megszerzése. Azért is, mert ez később egy szakirányú továbbtanulás esetén nála többletpontot jelenthet a felvételi során. A másik, ami nagyon fontos, hogy egy piacképes szakmát tudunk mindenkinek ajánlani, azzal, hogy menet közben, amíg tanul, már ösztöndíjat kap, illetve, hogyha egy fél év után, miután a szakmai alapozó képzése megtörténik, átmegy a duális képzésbe, ott már munkaszerződéssel fog dolgozni, szakképzési munkaszerződéssel, ami viszont egy ösztöndíj helyett egy munkabért fog számára már jelenteni, ami legalább a minimálbér 60%-át kell, hogy kitegye. Ez jelen állapotban több mint 100 000 forintos bért jelent az ő számukra. Nagyon fontos, hogy a duális partnereink várják az ilyen tanulókat, akik már abban az értelemben felnőttek, hogy érettségizettek, már komolyabbak, más szemlélettel nézik a világot, nagyon várják őket, nagyon szeretnek velük dolgozni a visszajelzések alapján. Mi is nagyon várjuk őket, hiszen nekünk is nagyon jó, hogyha a fiatal felnőttekkel dolgozhatunk együtt. Többek között a vállalkozóknak és önkormányzatoknak is állított össze felnőtt képzési csomagot a Tolna megyei szakképzési centrum. A képzéscsomagnak egy nagyon jelentős része olyan, ami úgynevezett programkövetelményes képzés, tehát kvázi ez egy tanfolyami képzés, viszont nagyon izgalmas, hogyha ezt iskolában csinálják, szakképzőiskolában, akkor az első ilyen képzés ingyenes mindenki számára. Ebben a csomagban, és ezt azért önkormányzatok számára ajánlottuk ki elsődlegesen, mert olyan szakképesítéseket raktunk össze, kerestünk, amelyek az önkormányzatok számára is nagyon fontosak. Ilyen például az államháztartási mérlegképes könyvelő, vagy ilyen például a közterületfelügyelő, vagy adott esetben az önkormányzat által működtetett, vagy adott település területén működő szociális intézményekben a demenciagondozó. Nagyon-nagyon fontos szerep. Nagyon-nagyon fontos egy rendezvényszervező. Körülbelül a képzéscsomagunknak ez a része az, amit az önkormányzatok számára ajánlunk. A vállalkozások több olyan oktatás közül választhatnak, amellyel a munkavállalóikat képezhetik tovább. Van egy olyan lehetőség a szakképzési törvényben, hogy az a cég, aki a saját munkavállalóját képezi és szakmára képezi, automatikusan duális képzőnek minősül, azaz igénybe veheti a saját dolgozója után is azt a szakképzési hozzájárulási adókedvezményt, amit egyébként mint duális képző akár egy nappali tagozatos tanuló után is igénybe vehet. Nagyon-nagyon izgalmas kérdés, már van olyan cég a megyében, aki ezzel foglalkozik. 12 főt képezünk ilyen formában, könnyűipar területén, de komoly rá az érdeklődés. És ugye van egy olyan képzési csomagunk, ami általában igaz bármely felnőttre, hiszen ugye két szakma ingyenesen megszerezhető, és a két szakmát iskolában lehet csak megszerezni. Az iskolában megszerzendő szakmáknál a felnőttek számára minden igényt tudunk ajánlani. Honlapunkon is van egy megjelenési lehetőség, vagy egy jelentkezési lehetőség. Minden iskolában van olyan kollégánk, aki vállalja és tud tájékoztatást adni ezekről. És a felnőttek számára is érvényes egyébként a duális képzés lehetősége, tehát ők is tudnak szakképzési munkaszerződéssel duális képzésben részt venni. Dömötör Csaba azt mondja, az utóbbi időben látványosan többen jelentkeznek szakképzésre, mint korábban. Megnőtt az érdeklődés a technikum iránt, de megnőtt az érdeklődés egyébként a szakképző iskola iránt is, tehát ez számunkra egy nagyon-nagyon jó jel, jelzi azt, hogy jó úton vagyunk, vagy jó irányba haladunk. Ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy a felnőttek egyre nagyobb számban jönnek be az iskolákba,
hiszen számukra is izgalmas az, hogy a korábbi felnőtt képzési tevékenységgel szemben a két szakma ingyenessége, amit csak iskolában lehet megszerezni, megjelent, és ez mindenki számára egy óriási lehetőség, akár úgy, hogy továbbképezni akarja magát, akár úgy, hogy átképezni akarja magát. Jelentős az érdeklődés a villamosipari szakmák iránt, de úgy látom, hogy megjelent és komoly érdeklődés van a megye északi részében elsődlegesen, vagy inkább a Dombavári járást mondanám elsődlegesen, vagy azt a térséget. Abban a térségben nagyon komoly érdeklődés van a vasipari szakmák iránt, az asztalos iránt, de ugyanúgy megjelenik egyébként a vendéglátás is az érdeklődési körben. Tehát látjuk azt, hogy mozognak, van mozgás, van jelentős mozgás a felnőttek részéről, és ennek nagyon örülünk, mert ez a feladatunk. Irgalommal szeretve szolgálni. Bacsmai László esperes, plébános, 4 éve szolgál Mohácson, de bárhová sodorja az élet, legyen az akár az 1200 lelkes Felső Szent Márton, vagy a 34000-es város Szekszárd. Mindenhol ez az elv vezérli. Több évtizedes papi szolgálata során a Magyarországon élő horvát nemzetiségi lelkipásztori ellátása, valamint a hitoktatás és a közösségépítés területén végzett munkája elismeréseként a Magyar Érdemlend Lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta. Amikor utoljára találkoztunk egy ilyen portré kapcsán, akkor még Szekszárdon találkoztunk, és tudom, hogy önnek Szekszárd a szíve csücske. Hogyan kezdődött egyáltalán a papi pályafutása? Mi késztette arra, hogy ezt a hivatást válassza? Hát ugye ezt már talán régebben is elmondtam, hogy gyerekkoromban, hát én Drávasztárán születtem. Volt egy újmisés pap akkor, amikor én kicsi gyerek voltam, és én hát ő ránéztem úgy fel, mint egy kis bálványra, és hát először a külsőség fogott meg, a szép reverendája. És akkor ha valaki kérdezte tőlem, mi szeretnék lenni, akkor azt mondtam, hogy pap. Aztán később, amikor ez komolyra fordult, 8-ba, ugyanez a pap kérdezte tőlem, hogy nem szeretnék-e menni Győrbe a vencésekhez. És életem legnehezebb 2 hete volt az, amikor ami időt adott arra, hogy választ adjak, mert a szüleim azt mondták, hogy én döntök, nekem pedig az volt a nehéz, hogy 400 kilométerre elmenni a szülőfalunktól, a családtól, úgyhogy tudtam, hogy csak 4-szer lehet hazajönni egy évbe. Tehát ez a legnehezebb gyötrelem volt kimondani ezt az igent. Igazából a Bencéseknél ott 3-ba mondta az egyik lelki gyakorlatos atya, hogy a papi hivatáshoz 3 dolog kell, Isten akarja, én akarjam, és a hívek akarják. Hát az Isten akaratát kellett keresnem, mert a másik 2 az úgy éreztem, hogy megvan. És az Isten akarata egy szomorú eseményen keresztül konkretizálódott, mert akit pont meg akartam volna kérdezni, hogy ő mit javasol a plébánosom, meghalt. És így pont ezekben az időkben, így március 20-a körül volt a temetése, és ott akkor a temetésén a búcsúztató pap az ő életét egy labdához hasonlít, mondta ez a labda, sokat pattogott az Istenért, de most kilukadt, és akkor éreztem belül, hogy légy helyette az én labdám, és gyakorlatban meg akkor éreztem, amikor hazamentem Drávasztárára, nagy csütörtök, nagy pénteken nem volt pap, úgyhogy 4. gimnazistaként a kántor bácsival mi tartottuk a liturgiát, tehát az volt a gyakorlati oldala, hogy hát az Istennek és a híveknek is szükség van a szolgálatomra. Mikor volt a pappá szentelése, illetve hogy került Szekszárdra? Hát az 1991-ben volt a pap szentelés, tehát pont 30 éve. A II. János Pál pápa látogatása volt akkor, az első látogatása Magyarországon, úgyhogy az első sorban ott lehetünk az esztergomi misén. És akkor utána Pakson kezdtem, ott voltam 2 évet, meg Szekszárdon voltam 1 évet káplán, majd Felső Szent Mártonba kerültem. Ott 6 horvát falu tartozott hozzám, ugye én magam is horvát vagyok, a 7. Drávasztárában, és hát onnan 9 év után, 37 évesen, nagyon nagy fájó szívvel mentem el Felső Szent Mártonból, mert ott is nagyon szerettem lenni, mert ott igazából nem csak a hitet, hanem az emberekben az identitást, a horvát nyelv megőrzését, szeretetét kellett elmélyítenem. És amikor hát jött a felhívás a Májer püspök úr részéről, hogy
hogy szexhárt, tehát először próbáltam ellenkezni. De aztán ő emlékezett arra a mondatra, amit én idéztem korábban, amit lelkivezetőmtől, Takács Püspök úrtól hallottam, mi kispapom, hogy a Jóisten odaküldi a kegyelmet, ahol Jóisten helyezik. Így kerültem Szexhárdra, és Szexhárdon, hát nagyon őszintén mondtam az első misén, hogy az én szívem most Felső-Szentmárton és Szexhárd között van, úgyhogy tegyenek róla, hogy minél érkezzek, és talán egy-két hónap telt el, és akkor az egyházközségi újságunkban, családunkban le tudtam írni azt, hogy újra itthon vagyok. Nagyon sokat foglalkozott ott is gyerekekkel is, fiatalokkal is, közösség, építő, plébánosnak ismerték meg, hogyha jól tudom. Milyen volt azt a közösséget, amit ott felépített Szexhárdon, mert ha jól tudom, több mint 10 volt ott, azt ott hagyni és átjönni. 14 évet voltam ott, hála Istennek egy olyan plébániát örököltem, a volt plébánosom Farkas Béla volt a plébános, aki szintén ilyen útkereső plébánosnak lehetne titulálni, mert beengedte az embereket a plébániára, tehát sok közösséget találtam, és még egy-két közösség lett is közben, a Szent Monika közösség, illetve az ifjú házasoknak a közössége. Hát ott is volt katolikus óvodánk, katolikus iskolánk. Igazából nagyon közel kerültem a házas hétvégéhez, mert én a 25 év vagyok házas hétvégé, és 20 évet tartok házas hétvégéket, és nehéz volt ott hagyni azokat az embereket, akik úgy ragaszkodtak hozzám. Igazából hát ott is kaptam én mindenféle kitüntetést már Szexhárdon, úgyhogy ezzel nem is gondoltam én semmiféle újabb kitüntetésre. És hát amikor jött a hír, hogy április 1-jével 17-ben jönnöm kell Mohácsra, hát az majdnem áprilisi tréfának gondoltam, de nem volt az, és a hívek számára se volt az. Nagyon elbevágott mindenkit, hiszen nem szoktak évközben így helyezni papot, de akkor szükséges volt, hogy Mohácson hát plébános is legyen, mert hát betöltetlen volt már egy hónapja. És hát így én, mivel előtte püspök úrnak én igent mondtam, hogy 14 év után akkor el kell menni valahova. Emlékszem, érsek atya mondta, hogy hova helyezhetnélek nagyobb helyre, hát Pécsre. Én meg, bocsánat a pécsiektől, de azt mondtam, hogy nem szeretnék Pécsre menni. Nekem azért a kisebb közösség mindig jobban a szívemhez nőtt, és így kerültem ide Mohácsra. Itt meg az volt a nagyon jó, hogy amikor ide költöztem, előtte való nap volt, mielőtt elbúcsúztam volna onnan. És itt olyan nagy szeretettel fogadtak, nagyon sokan jöttek segíteni, úgyhogy estére már a szőnyeg is lent volt a nappaliban, tehát annyira éreztem a szeretetet, hogy így aztán könnyebb volt eljönni, illetve elbúcsúzni a szexádiaktól, de hát nem volt könnyű. Az itt eltöltött eddigi 4 évet hogyan tudná összefoglalni, megfogalmazni? Igazából itt a Jóisten kegyelme tényleg elkísért, én azt érzem, mert amikor ide kerültem, akkor azzal jöttek, hogy nincsen közösségi terem, nincsen közösségi ház a plébánián. Ez még nagyon fontos, hiszen közösségi terem, közösségi ház nélkül nem tudnak a közösségek összejönni. A másik pedig, hogy nincsen Caritas ház, a Caritas csoport van, de nincs megfelelő helyük. És mint a kettőre nem én kerestem a lehetőséget, rábíztam a Jóistenre, és a Caritas házra jött egy lehetőség, Kispál Magda, aki Kaliforniában él, de mohácsi, a Szekó József, Ermicek József polgármesterhez bement, és az ő közvetítésével megkaptunk egy ilyen nagy pince klub helyiséget, és azt felújítottuk, és az a Caritas házunk azóta. A másik pedig itt a fogadalmi templom mögötti utcába a Kolpingnak volt egy épülete, egy iskolája, és ők ezt már évek óta nem használták, és először felajánlották, hogy béreljük, de aztán az egyházmegyével karöltve meg tudtuk venni, és most itt nagyon jó helyen van a közösségi ház, ahol a gyerekek készülnek első áldozásra, bérmálásra, illetve a felnőtt közösségek is itt tudnak összejönni normál helyzetben. Természetesen most a pandémia miatt ez nem lehetséges. A legutóbbi beszélgetésünkkor megmaradt bennem egy mondat, hogy irgalommal szeretve szolgálni, ez mit jelent ön szerint? Hát ez a két jelmondatomnak az összegyúrása. Ugye a újmises jelmondatom az, amit Jára Lubiktól kaptam, hogy úgy vagyok köztetek, mint aki szolgál,
és rá 25 évre pedig az irgalmasság éve volt. Nem kellett sokat gondolkodnom, hogy legyetek irgalmasok, mint az atya, az volt a motto, és ezt a kettőt összegyúrva gondoltam arra, hogy hát igazából, ahogy akkor fogalmaztam, hogy most már a B oldal megy, hiszen a 25 év lett, tehát most már a 30, és ezen a B oldalon azt vettem észre, hogy kicsit úgy még nyugodt. Tehát nem vagyok már olyan vehemens, mint fiatalabb papkoromban, amikor azt gondoltam, hogy nekem kell megváltani a világot. Jézus megváltotta a világot, nekem csak ezzel a lelkülettel, irgalommal szeretve kell szolgálni, és ezt mindig ki szoktam hangsúlyozni, hogy a szolgálat és a szolgáltatás, mert a kiszolgálás között óriási különbség van, mindig ehhez alázat kell, a másikhoz valamilyen érdekfűz. Milyen konkrét céljai vannak most az elkövetkezendő időszakban? Vannak-e most nagy munkálatok itt Mohácson? Hát hál' Istennek a építkezés befejeződött itt a fogadalmi templomba. Most készülünk a 20-26-ra, tehát a 500 éves évfordulóra, Mohács 500 keretén belül. Hát úgy tudom, hogy akkor lesz valami pályázati lehetőség arra, hogy a többi templomainkat, főleg a belvárosi templom 250 vagy 260 éves, azt kell majd felújítanunk, de leginkább én már a pandémia végét várom, és igazából a közösségek életét kell újra jobban beindítani, mert sajnos hajlamos az ember arra, hogy ellustul, tehát hogy a pápa szavaival éljek, ne legyünk kanapé keresztények. Nálunk most ebben az időszakban nincsenek online misék, mivel én hívom az embereket itt a nagyterületen, tudunk kedni, hogy meg tudjuk tartani a távolságot, hogy a személyes szentmisén való részvétel mindig többet jelent, mint ahogy tapasztaltuk az egy évvel ezelőtti nagybőjt meg húsvét hívek nélkül. Nekünk is nagyon-nagyon rossz volt, meg a hívek számára is főleg nem tudtak szentáldozáshoz járulni. Hát ez a fő feladat, hogy a házas csoportokat, meg a többi csoportot is segíteni abba, hogy hát újra rátaláljanak arra, hogy együtt, közösségben sokkal jobb lenni, mint külön és egyedül. Köszönöm szépen a beszélgetést, még egyszer gratulálunk a kitüntetéshez, és még legalább 30 évet kívánunk. Köszönöm szépen, adja Isten, úgy legyen. Köszönjük szépen Bacsmai atyának, hogy itt lehettünk, és én is azt kívánom, hogy mielőbb érjen véget a pandémia, és minél nagyobb közösségek épüljenek szerte az országban. Viszontlátásra! Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!